Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Vendégem Selmeci Gábor, hegedű művész, és nem különben az Alberige Szimfonikus Zenekar új koncertmestere. Örülök, hogy itt van velünk. Jó estét kívánok. Sok mindenről fogunk beszélgetni, és eljutunk addig, hogy miként vállalta el ezt a felelősségteljes megbízatást, mit szeretne majd megvalósítani. Először azonban evezz a mélyre címszó alatt. Ön 1979-ben született egy zenész családban. Tehát akkor ennek ellenére megkérdezem, hogy milyen volt az indítatás? Hogy kezdett el zenélni? Ez alapvetés egy zenész családban, hogy maga is, a gyermek is ezzel foglalkozik? Nem alapvetés, és itt kívánok, köszönöm szépen a meghívást, de hát nyilván nap mint nap ezt kapom a szüleimtől, hogy ők egyfolytában zenével foglalkoznak, főleg édesapám, aki szintén hegedűs. Ezért nyilván valahol belém volt kódolva, hogy én ezzel foglalkozni szeretnék. Tehát ideje korán kezdte, hiszen 7 esztendősen. Ez még pont rendben van. Ugye Kodály azt mondta, hogy mielőbb, teljesen mindegy, aki a génjeiben hordozza a zene szeretetét, az már akár 5 évesen is elkezdheti, vagy 4 esztendősen. De az akkor jó, tehát általános iskolás volt már. Általános iskolás voltam. Nagyon érdekes, hogy a szüleim megpróbálták már előtte 5 évesen a kezembe adni a hegedűt, de akkor ellenkeztem, akkor még nem akartam. És utána átjöttünk Magyarországra, beírattak az iskolába, és bejött egy nagyon kedves tanárnéni, aki megkérdezte tőlünk, hogy ki az, aki szeretne hegedülni. És feltettem a kezem, utána jött hozzám, kaptam egy hegedűt, hazavittem, és megbeszélték, gondolom, akkor a szüleim, hogy akkor mikor és hogy járhatok hegedű órára. Tehát tulajdonképpen az én döntésem volt, lehet mondani, hogy én ezzel foglalkozni szeretnék. Tehát tulajdonképpen gyermeki vonzalom volt, ha úgy tetszik. Igen. Amiből aztán hivatás lett. Mikor dőlt el, hogy ebből ez lesz az ön hivatása, hiszen ez egy felelősségteljes, tudatos döntés? Ezt nem tudom meg, nem emlékszem, hogy ez bármikor is felmerült volna bennem, hogy ne ezzel foglalkozzak. Tehát nem emlékszem egy olyan pontra, amikor komolyan felmerült volna bennem, hogy mással foglalkozom. Gyermekfővel voltak példaképei? Volt példaképe? Mestere? A szó klasszikus értelmében? Igen. Egyértelműen édesapám volt a példaképem. Megértem. Ki fedezte fel a tehetségét? Ki volt, aki bíztatta, segítette? Hiszen azért egy gyermek életében, független attól, hogy nagyon is tudja, mit szeretne csinálni, ennek ellenére mindig vannak hullámvölgyek. Igen, abból nekem is jutott bőven. Tulajdonképpen ez általában a megmérettetésekhez kötődött. Nyilvánvalóan sokakban volt szkepszis auch engem illetően, de végül is kitartottam emellett a gondolat mellett is, és átlendültem saját erőből tulajdonképpen ezeken a hullámvölgyeken. Tehát arról beszéltünk már, hogy tehetséges volt. És szorgalmas? Nem. Nem? Nem. Tehát engem annyi minden érdekelt. Tehát rengeteg minden. És nyilván elvesztem egy csomó mindenben, de annyiféle ember van, annyiféle gyermek van, hogyha megragadhatom ezt az alkalmat, akkor tényleg arra buzdítanék mindenkit, hogy ne dőljön el az 7 éves korban, hogy valakiből ez le. És nagyon jó lenne, hogyha később sem. Mert például a másik példaképem, akinél kint tanultam Bécsben, ő 13 éves korában kezdett el hegedülni, és 21 éves korában lett a Bécsi Filharmonikusok koncertmestere. Tehát 8 év alatt, és 13, addig gitározott, nem is tudom, hogy mit csinált addig. Mi mindent próbált ki például ön ezen túl? Hát rengeteg sporttal foglalkoztam, az nagyon érdekelt, de általában azzal foglalkoztam, amikor valamilyen szociális közegben éreztem magam általában a legjobban. Tehát egy foci csapatban, vagy baseball csapatban, vagy barátokkal elmenni valahova, szóval mindig ez mozgatott is, és általában az, hogy ezeket a társaságokat valahogy összetartsam, össze is kovácsoljam. Igen, de azért mégiscsak úgy van, hogy nem valami helyett, tehát nem a hegedű helyett, hanem mellette tette, amit tett. Igen, tehát a hegedűvel azért mindig foglalkoztam, mindig csináltam, több-kevesebb sikerrel, de végül is aztán jó irányba terelődtek a dolgok. Nem bántam meg, hogy így volt, nem volt egyszerű,
de úgy érzem, hogy sok mindent megéltem, és ahhoz, hogy mi maradandóan és sokáig tudjuk megfelelő szinten, sőt mindig fejlődve űzni a pályánkat, ahhoz szükség van arra is, hogy az ember ilyen hullámvölgyeket fejjel megéljen, és tovább lépjen. Tehát megerősít engem abban, hogy ez a javára vált, ugye? Így gondolja ma is. Így van. Remélem, hogy ebből sokat profitáltam. Zeneakadémia, mégpedig Bécsben. Mi vitte Bécsbe? Azon felül, hogy azért nagyon is jól tudjuk, hogy a világ opera színpadainak a komoly zene, a klasszikus zene rajongók számára egy kultikus város. Hát az őszinteség azt kívánja, hogy elmondjam, hogy a véletlen vitt Bécsbe. Tehát nagyon el voltam keseredve, nem vettek föl Budapesten az akadémiára. Nyilván nem voltam elég szorgalmas, másoknak kellett bekerülnie, és egy ilyen nagyobb hullámvölgyben voltam. Amúgy zárójelben, hogyha megjegyezhetem, szerintem pályastársaim nagy része ebben az időszakban a középiskola és az egyetem között egy óriási hullámvölgyet ér át. Nem biztos, hogy ennek így kell lennie. Szóval a szerencse vitt oda, és a gondviselés, egy nagyon jó, kedves barátnőm azt mondta, hogy már pedig te nem hagyod abba a hegedülést, ezt aláírod, kiviszem Bécsbe, beiratlak, kimész és felvételizel, meglátjuk, mi lesz. Mi mindent tanulhatott meg Rainer Kühltől? Hát tőle sok mindent megtanultam. Rengeteg közös van, édesapám is ő közte. Tényleg két csodálatos hegedűsről van szó. A legfontosabb talán, amit tőle tanultam, az, hogy ez egy ilyen hozzáállásbeli dolog, hogy az ember minden napja, úgy élje az ember a mindennapjait, hogy minden nap a saját korlátain túl próbálja meg teljesíteni. Mindig egy picit többet tenni, akkor is, hogyha úgy gondoljuk, hogy az éppen nem fog menni. Mit gondol egy tinédzser, egy alig 20 esztendős fiatal, amikor ott találja magát, még tanul, de már ott találja magát a Bécsi Operaház színpadán, illetve a filharmonikusok között, a bécsi filharmonikusok között. Hát ez egy fantasztikus és csodálatos történet. Ez nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ott abban a közegben szocializálódhattam, hiszen 17 évig játszottam ott, 99-ben kezdtem az operában, Bécsben, kisegítőként, és tulajdonképpen a mai napig meghívással rendszeresen játszom ott. Hát ez már leírhatatlan. Tehát tényleg az a minőség, az összetartás, ahogy egy szólam úgy szólal meg, mint egyként szólal meg, ez egy fantasztikus dolog. Hát erről órákat tudnék mesélni. Igen, nem akarok most névsorolóba kezdeni, de nyilván, ahol a világ vezető karmesterei dolgoznak, egymásnak adják a kilincset, illetve a karmester pálcát, az egy más szint. Ez rendkívüli kihívás egy fiatalnak. Hogyan tudott önmaga maradni? Ez egy jó kérdés, hogy magam maradtam-e? Hát én vagyok. Tulajdonképpen ez itt, aki ül, és ehhez hozzátartozik ez az áldozatos munka, mert az, hogy én ott rengeteget játszottam, az biztos nem segítette, mit tudom én, a szólista karrieremet, viszont emellett egy olyan közeget tanulmányozhattam, és ismerhettem meg, amiből szerintem most profitálok, amiből most rengeteget tanulok, és rengeteget tudom használni. Tehát megmaradt egy mosolygós szemű sztálar ülőktől mentesen, Meci Gábornak? Hát nagyon, nagyon remélem, szerintem abból nem sok volt bennem, de igen, azt hiszem igen. Jó, akkor beszéljünk most Szálburgról, tehát maradjunk azért Ausztriában. Az ünnepi játékokra néhányszor még a fiatal fővel volt alkalmam elmenni, lenyűgöző. Tehát csak szuperlatívuszokban, de most nem az a dolgunk, hogy jelzőszerkezetekkel dobálózzunk. De miként éli meg az az ember, aki belülről látja, fellépőként, annak a méltóságot? Ez rendkívül felelősséget hordoz. Igen, hát nagyon szeretem Salzburgot nyilván. 9-szer voltam ott.
a legfontosabb, amit erről el tudok mondani, mert mindenki ismeri, hogy mennyire elitizáló közeg, tulajdonképpen crème de la crème, tehát tényleg így van az egész felépítve, de ez őszinte abban a közegben, ami ott van, tehát ezt nem lehet kritizálni. Az én szempontomból az élmény, ami ehhez köt, az, hogy a szállásomon felöltözöm abban az egyenruhában, amiben a Philharmonikerben játszottunk, és elmentem a koncertre, vagy este az előadásra, és akkor érezni lehet az utcán, hogy mindenki tudja, hogy hova tartozom, hogy hol fogok este játszani, és szinte az ember a bőrén érzi, hogy mennyire tiszteletben van ez tartva. Ezt lehet talán egzisztenciának, vagy nem is tudom minek nevezni. Én nagyon, tehát ez egy fantasztikus dolog. Ez jó lenne, hogyha ez máshol is így egy ilyen közeg kialakulna. Megértem. Ugye azt mondják, hogy egy zenész, egy jó zenész ráadásul, aki világot jár, tulajdonképpen mindenütt otthon van. De azért mégis megkérdezem, hogy az új évezred hozta önnek Budapestet. Aztán rövid megszakítások után megint, tehát 10 esztendő után megint. Milyen érzés itthon fellépni, bizonyítani egy olyan helyen, ahol annak idején, tehát ez nem múlik el gondolom a lelkekből nyomtalanul, ahol elutasított is volt. Ezt az elutasítást nem vettem igazán komolyan, szóval ezt így szerintem megemésztettem. Nagyon jó érzés itthon lenni. Ez egy érdekes dolog, hogy pont Székesfehérváron tényleg így a két város, Bécs és Budapest között lelek otthonra. Ez egy különleges érzés, egy nagy kihívás, és minden porcikámmal azon vagyok, hogy abból, amit eddig tanultam és tapasztaltam, talán egy új szemléletet, vagy ezeket ötvözve valami olyat tudjak átadni, amit esetleg kevesen tudnak. Kell, hogy beszéljünk a pályafutásában egy jelentős történésről. 5 esztendeje történt, megalakította a Lanner Quartettet. Most ez a név, állítom, hogy a klasszikus zene rajongók előtt is jószerivel, tehát úgy kell válogatni, hogy kinek mond valamit. Nekem is utána kellett néznem, de amikor szembesültem vele, hogy ő micsoda zseni volt, hát akit idősebb Johann Strauss is zseninek tekint, az mi más lehetnünk, és hogy ő a keringő atya. Na most, tehát egy ilyen kvartett, azt hiszem, hogy sikerre van ítélve. Viszont rendkívüli felelősség is. Beszéljünk akkor a Lanner kvartettről. Hogy bukkant rá egyáltalán erre a csodálatos zenészre? Hát először is megtisztel, hogy ezt egy jelentőségteljes momentumnak gondolja. Én is remélem, hogy az volt. Lannerrel már megismerkedtem ugye a bécsi tanulmányaim során, és ott azért Bécsben, abban a közegben, főleg a zenekarban mindenki tudja, ki volt ő, és mindenkit foglalkoztat. Érdekes, hogy nem alakult még ilyen együttes. Megörököltem egy nagy mennyiségű kotta anyagot, amit hazahoztam, akkor már a Budapesti Fesztivál zenekarban is játszhattam, és ott megkérdeztem kollégáimat, hogy lenne kedvük az egyik szünetben átjátszani egy-két ilyen valcert, és hát tulajdonképpen úgy gondolom, hogy megfertőztem őket, és azóta ezt csináljuk. Hogyha még megengedi, hogy kiegészítsem ezt a gondolatot azzal, hogy Lanner, ahogy én megismertem, ő egy igazi, tehát egy ilyen ízig-vérig zenész volt, hogy nem csak azzal foglalkozott, hogy igen, akkor eljátsza ezt a darabot, és akkor csak azzal foglalkozik, hanem tényleg szervezte a saját koncertjeit, zenészeket szervezett, komponált, szólózott, tehát mindent, és szerintem ez mind hozzátartozik a mi szakmánkhoz. Ezek az apróságok, ezekkel van kikövezve szerintem a mi pályánk, ami csak érdekessé teszi az egészet. Lubickoltak ebben a történetben? Mi lubickolunk ebben a történetben, biztos vannak nehézségek is, de azért nagyon-nagyon pozitív az utóíze. De ugyanakkor ez jelentős, de mégiscsak mellékszál a pályafutásában. Igen. Én nem is tudom most, hogy rákérdez, hogy van-e mellékszál a pályafutásomban. Ez ugyanannyira fontos, tehát nem kell súlyozni a színpadon. Én nem tudok súlyozni, nem gondoltam erre, hogy súlyozzak. Tehát minden 500%. Ez egy fontos lépcsőfok most. Ugye eljutottunk addig, hogy
ugye azt nyilván tudja, hiszen persze, hogy tudja, hogy 2015. január 1-e milyen fontos dátum volt az Alba Régia Szimfonikus Zenekar életében. Az önállóvá válás, a profi szemlélet megteremtése, a hozzátartozó repertoár, illetve hát a zenekar fejlesztése olyan szempontból, hogy teljes legyen a szimfonikus zenekar. És ugye ezt remekül megcsinálták Major István, illetve Drahos Béla. Most van egy olyan időszak, amikor íve van ennek a történetnek, nyilván ön is tudja, hogy és jött ön. Tehát az új koncertmestert köszönthetjük. Milyen gondolatokkal fogadta az invitálást, hiszen ez egy bizonyos értelemben egy lépcsőfok megint csak a pályafutásában, és ahogy eddig megtudhattuk, minden 100%-osan szeretne csinálni. Mi volt az első gondolata, amikor felvetődött ennek a lehetősége? Ennek a lehetősége úgy vetődött föl, hogy megbízást kaptam 2016. január 1-ére az újévi koncertet koncertmesterként vezetni, és közreműködni a program összeállításában is. Ez egy bécsi műsor volt. És már akkor érezhető volt számomra, és ezek szerint a vezetés számára is, hogy itt esetleg egy nagyon jó együttműködés alakulhat ki, és ennek megfelelően további felkéréseket kaptam. Mind nem jött ez a próbajáték, és úgy döntött a testület, hogy nekem szavaz bizalmat. Mi a feladata egy koncertmesternek? Egy ilyen alakulóban lévő, már profi, nem csak a nevében, egy alakulóban lévő zenekarnál. Én megismertem két csodálatos zenekart. A fesztivál zenekart, a budapesti fesztivál zenekart és a bécsi filharmonikusokat. Ebből a kettőből táplálkozom tulajdonképpen, ami a zenekarozást illeti, illetve a példaképeim között is két embert neveztem meg, édesapámat, aki a budapesti fesztivál zenekar koncertmestere volt, illetve professzor Rainer Kühült, aki a bécsi koncertmestere volt. Itt a koncertmester szerepe az egy borzasztóan komplex feladat szerintem. Szerintem a művészeti vezetés, az, hogy ez egy picit egyszerűen hangzik, de tényleg, hogy példát mutasson, ahogy játszik, ahogy bizonyos dolgokhoz hozzááll, hogy mindenben részt vesz, tehát nagyon aktívan. Ezek mind feladatai a koncertmesternek, illetve szólókat kell játszani, és a saját szólamát is mellesleg elvezetni, persze. Nyilvánvaló. Milyen tervekkel érkezett? Hiszen nyilvánvaló, hogy előtte azért megbeszélték, hogy volt eddig, min kell változtatni, hiszen egy kaptafára nem lehet ráhúzni egyetlen egy zenekart sem. Igen, ez nem is tervünk mindenképpen, de jó, hogy megkérdezi. Én az egyik legnagyobb lehetőséget ott látom a zenekar fejlődésében, hogy ez még egy kialakulatlan zenekar. Tehát azt tudjuk, hogy nagyon ragaszkodunk mi magyarok a megszokotthoz. Nagyon képesek vagyunk abból táplálkozni, amit már egyszer megtapasztaltunk. És ez egy borzasztó mobilis társaság. Tehát tényleg fantasztikus, hogy milyen lazasággal képesek újdonságokhoz is hozzányúlni, és azokat kezelni, és igenis átgondolni. És ezen a pályán indulunk el, hogy egy ilyen új közeget, egy kreatív közeget teremtsünk meg, ahol a zenészek tényleg felelősségét viselik a saját döntéseiknek. Igen, tehát jókor lesz jó helyen. Ugye tudjuk, mindennek rendelt ideje van. Hát ennek is rendelt ideje volt. Milyen konkrét tervei vannak, hiszen nagy feladatok várnak önre, és a zenekarra nem különben. Igen, hát itt a legnagyobb feladatok között tényleg ezt az álomszerű gondolatot tartom 2023, hogy esetleg Székesfehérvár pályázna az Európai Kulturális Fővárosa címre, amit hát nyilván egy egészen csodálatos dolog lenne, és egy fantasztikus mozzanata lehetne a zenekar pályafutásának. Úgy gondolom, hogy ez mindenek előtt. Erre dolgozunk, de én megpróbálom az összes tapasztalatomat összegyűjteni a kollégákkal, mindent átbeszélni, hogy ezeket a mechanizmusokat, strukturális változtatásokat meg tudjuk valósítani a zenekaron belül. Nos, mit szokás kívánni ilyen helyzetben egy koncertmesternek?
Hát akkor azt kívánom. Ha pedig nem, én azt gondolom, hogy nagy szeretettel fogadták, én ezt tudom. Mi pedig várakozással tekintünk. Ha csak a pályáját megnézzük, akkor azt hiszem, hogy nem túlzott a várakozás, hogy minden eddiginél jobb időszak jöjjön az Alba Régia Szimfonikus Zenekar és az ön életében is. Ehhez kívánok jó egészséget, és vigyázzon a mi zenénkre. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Selmeci Gábor volt, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar koncertmestere. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót, viszontlátásra!